emberek többsége szerint a világ legnagyobb testépítője nem volt más, mint Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger! Rengeteg cikk és interjú van azzal kapcsolatban, hogy a 70-es években hogyan edzettek, hogyan zabáltak, meg konkrétan hogyan is mit csináltak, hogy Arnold lett 7-szer is a Mr. Olympia nyertese. Úgyhogy a kihívás elfogadva 24 óráig úgy fogok élni és edzeni, meg minden egyebet csinálni, mint Arnold Schwarzenegger a 70-es években. Elmondása szerint átlagban reggel 5-kor szokott kelni. Úgy érzem magam, mint egy mosogató szivacs. Összeszedtem magam, fogat mostam meg ilyenek, fel is öltöztem, ugyanis jöhetett a kávéfőzés. Régebben nem volt ilyen, hogy okostelefon vagy social media, úgyhogy Arnoldnak is a reggeli rutinja, kávézás közben újságolvasás. Energiakrízis gyertyafényes télben? Keveset fogyaszt, sokat fizet? Funkcionális analfabéták az iskolapadokban? Úgy döntöttem, hogy szerintem ebből elég is lesz. Ugyanis következett az Arnold féle reggeli, amihez nem kellett más, mint tojás, békön, zab, méz és tej. Van a csodálatos tojás békönnel, egy pohár tej, és itt van a zab mézzel. Reggel 5:30 van, én általában ilyenkor fordulok a másik oldalamra, nem hogy még egyek, sőt amúgy sem szeretek sokat enni reggel, de jó étvágyat! Ezután kellett egy füzet, ugyanis következett a napi teendők leírása, miután ez megvolt, készülődtem, össze is pakoltam, ugyanis 7-től jöhetett a kemény edzés. És hát igen, biciklivel kell menjek reggel 7-kor, -2 fokban. Van egy olyan sejtésem, hogy ezt a rutint, amikor összeállították, akkor nem pont december volt, és nem ilyen fagypont. Kíváncsi leszek, hogy hogy fog menni. Arnoldnak volt egy testrésze, ami nagyon erőssége volt, és ezáltal nagyon népszerű volt. És ez nem volt más, mint a melle. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy az old school népszerű mellhát edzését fogom megcsinálni. Meg volt a bemelegítés, az első szuperszet az a rudas fekvenyomás, és a széles fogású húzóckodás. Kicsit látszott rajtam, hogy így reggeliben megviselnek ezek a nagy szuperszettek. De jöhetett a következő, ami a döntött törzsű evezés, kombinálva a ferdepadú fekvenyomással. Elnézést emberek, de amíg itt ezerrel nyom a kilókat, gondoltam megköszönöm a mai videó támogatóját, aki nem más, mint a G2A.com. Gondolom sokan ismeritek már ezt a weboldalt, de röviden és tömören, olcsóban tudtok itt játékokat vásárolni PC-re, Xbox-ra és minden fincsaságra. Régebben nekem is kapura jut ez az oldal, mert tudtam milyen érzés, hogy még nincs pénzem a GTA 5-re sem. Szóval annak idején felnéztem az oldalra, láttam, hogy olcsóbb a játék, betettem a kosárba és BAM! Meg is volt a GTA kulcsom. Közben bírom még a súlyokat? Úgy látszik, igen. Szóval, ha esetleg az ünnepekre akarsz ajándékot venni, és úgy érzed, hogy semmi ötleted nincs, érdemes naponta ellenőrizni ezt a karácsonyi szekciót, ugyanis a promóciók változhatnak, és közben-közben, ha szerencséd van, hatalmas karácsonyi leárazásra is tehetsz. A leírásban elhelyeztem az affiliate linkemet, úgyhogy ha barátaitokat meg akarjátok letni, vagy csak szimplán ti akartok olcsóban játékhoz jutni, akkor mindenképp használjátok a linket. És csekkold a fincsaságokat. Köszönöm a G2A-nak a támogatást. Na de úgy látszik, hogy kezdek kidögleni a súlyoktól. Ezt a béna gyereket, hát el sem hiszem. Tényleg fosul éreztem magam, mert ezek a szuperszettek nagyon leszívták az energiát. Így reggeliben. De nem szabadott megálljak, jöhetett a következő szuperszett, ami nem volt más, mint a tárogatás és az ülőevezés. Éreztem, hogy a mell és a hátizmaim szénné égnek az agyammal együtt. Nagyon kivoltam már készülve, de a következő szuperszett a tolóckodás és a szűkfogású húzóckodás. Az edzésnek ennek a pontján tényleg már alig bírtam 5-ször is kihúzni magam. Azt hittem, hogy el fogok hájulni. De még mindig hátra volt egy szuperszett, ami a pullover nyomás volt, és a gépes tárogatás. Azt a rohadt, konkrétan szerintem még ilyen se volt, hogy napfelkelte van, és végeztem az edzéssel. Úgyhogy a következő program hazafele biciklizés napozás közben, hogy a D-vitamint szívja be a testük. Úgyhogy póló nélkül kell tekerni a Sunny Beach-en, mert Arnoldék természetes módon így szerezték a D-vitamint. Csak nekünk se Sunny Beach-ünk, se nyári időszakunk nincsen jelenleg. Gondolom, mikor összeállítottak ezt a napi rutin, valószínűleg nyár volt, és nem egy fokban napoztak edzés után, úgyhogy szerintem jobb, ha visszaöltözök, mielőtt még halálra fagyok. Ne csináljátok utána, mert betegek lesztek. Nyugi, felöltöztem és hazamentem, ugyanis jöhetett a következő étkezés, ami csirkéből, kenyérből, vajból, tejből és egy darab tojásból. Miután összerobbantottam a kaját, még vettem egy gyors zuhanyt, hogy tudjátok, ne bűzölögjek. Most van körülbelül délelőtt 10 óra, és Arnold mondása szerint, mivel hogy vége van a nehezének, végre lehet koncentrálni a munkára, mert Arnold bácsi ugyebár nem csak egy testépítő volt, hanem vállalkozó, színész, és még ki tudja, hogy micsoda. Most következik a munka, és közben elfogyasztom a natúrcsíkés szendvicsem, főtt tojást és ismét egy pohár tejet. Az old school testépítők rengeteg tejet fogyasztottak, remélem aztán nem leszek rosszul tőlük, mert még bőven sok van. Úgy döntöttem, én is a vállalkozó munkámat csinálom, azaz folytatom a videóvágást.
mozgás, válaszolok pár e-mailre együttműködéssel kapcsolatban, megnézem a számláimmal, minden rendben van-e, úgyhogy most jó pár óra munka következik. Na most 1:30 van, ami azt jelenti, hogy ismét kell egyet étkezzek. Így van, és ráadásul vadállat módjára kell lenni. Ami annyit jelent, hogy eat big to get big. Régebben nagyon hittek abban, hogy minél többet eszel, annál nagyobb leszel. Ami valamennyire igaz, de nem biztos, hogy mind izom lesz a végén. Muszáj tömni magunkat, ott bodybuilderek vagyunk, muszáj tömni a kaját. Kell nekünk krumpli, hal, zöldségek és desszertnek pedig banán. Itt is volnánk kérek szépen, azt hiszem a harmadik étkezéssel, ami nem más, mint a főtt krumpli, mellé pedig hal, ami jelen esetben lazac, egy kis vegyes zöldség mellé és desszertnek a banánok. Forró. Kicsit forró, de nem rossz, nem rossz. Ez a tányér teli van vitaminnal, minőségi fehérje, minőségi zsírsavak, s a krumplira sokan nem mondanák, hogy minőségi szénhidrát, de így főtt formában nem egészségtelen. Ja, hát majdnem elfelejtettem a nagy pohár tejet is emelni. És bam! Hogy lehet ennyit enni? Utána a program úgy van, hogy a munka vagy a tanulmányok folytatása, ugyanis Arnold angol nyelvet tanult, mert ha jól tudom, Ausztriában született, és ugyebár kiment Kaliforniába, de a nyelvet nem tudta tökéletesen, ezért meg kellett tanulni. Arra gondoltam, hogy egy kicsit az angol tudásomat bővíteném, szóval én is nekiállok angol tanulni. In brilliant. This means essentially an unwanted, confusing situation. Akkor ezek után, hogyha lejtem a kajámat a földre, akkor ezt fogom mondani, hogy Imbroglio! De őszintén ezt most kicsit unom is úgy, hogy folytatom a videóvágást, és utána jövök a kövi programba. Addig folytattam a vágást, hogy már majdnem 5 óra volt, amikor is következik a második edzés a mai nap. Ugyanúgy bringázva kell menjek, tehát minimális kardió a teremig, és ez az edzés a gyenge pontok edzése lesz, ami nálam hát leginkább az alkar, meg felkar, talán a has, meg a vádli. Miután odaértem, pontosan ezt csináltam, tehát hasasztam egy kicsit. Amennyire tudtam, edzettem alkarra is. Majd jöhetett volna a vádli, de mivel Arnold szerint sokkolni kell az izmot, hogy nőjön, ezt tettem én is, a vádliaim nem kardióra számítottak, úgyhogy nekiálltam pár percet kardiózni. Because you've now shocked the muscle. Nem volt ez valami nagy edzés, de egyáltalán nem volt energiám, egyszerűen éreztem, hogy olyan fáradt vagyok, mint a rohadt élet. Nem tetszett nekem a második edzés, szóval alig vártam, hogy hazazúzhassam. Következik megint egy étkezés, mert folyamatosan csak zabálni és zabálni kell. Marha lesz, zöldségekkel, barna rizssel, az egy pohár teljesen maradhat. Itt vagyunk ismét, zabálunk, mint egy állat. Készen van a marha, a barna rizs zöldséggel, és természetesen a pohár tej. Kezd elegem lenni a tejből. Mondtam már gusztusosan ezt? Hát én tudom. Elpusztítva. Itt már tényleg nagyon le voltam fáradva. Na de most következik a szabad tevékenység. Arra gondoltam, hogy ismét adok egy esélyt az újságnak. Szóval leülök újságot olvasni. Alusszt meg inkább gémelni. Úgyis visszarakták a régi kedvenc pályánkat, a Weekend. Yeah, buddy! Lightweight! Lightweight, baby! Aki rám nőtt! Ja, hát nem úgy megy ez! Látjátok, megmutattam én nekik, hogyan kell játszani ezt a játékot. Még mindig egy dolog hátra van így 9 óra fejében, ami nem más, mint az Arnold féle fehérje cuccos sék. Látom, közepes a kíván több ételt, de valahogy le kell gurítani. Az a lényeg, hogy jár bele fagyi, joghurt, egy darab nyers tojás, és ami nem maradhat el, a tej. Mi van? Odafosott a turmixgép, mi a szar? Most, hogy a turmixgép sikeresen összefosta magát, egészség. Nem rossz az íze. Komolyan mondom, ez brutál. Ezután le kellett egy picit dőljek, mert úgy éreztem, hogy a gyomrom egyszerűen ki akar lyukadni, amellett, hogy a fáradtság is beütött a sok edzés és zabálás mellett, de amint egy kicsit erőre kaptam, zuhanyoztam egyet. Na de ez lett volna Arnold Schwarzeneggernek az átlagos napi rutinja a 70-es években. Legnagyobb rész az edzéssel és a főzéssel megy el az idő, meg persze a munkával. Vicces, mert ezzel szoktam én is eltölteni hétköznap a legtöbb időt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztetek a videót. Tetszett, akkor dobj egy megosztást, dobj egy lájkot, vagy fejedd meg a feliratkozást valahogy, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!